Kedves nézőink, megkérdeztük a polgármester című rovatunk következik. Nagy tisztelettel köszöntöm Szőke Zoltán polgármester urat. Tulajdonképpen egy konkrét kérdés érkezett be, illetve több olyan, ami várossal kapcsolatos, de nem annyira konkrét. Hát javaslom, hogy kezdjük a konkréttal. Ez a kérdés pedig úgy hangzik, hogy Tiszavassváriban, a szőlőskertben, a hármas kapunál, gondolom te tudod, hogy vég az, tehát eddig járható volt, a gazdák nyugodtan mehettek át rajta oda-vissza, jelen esetben pedig le van zárva teljesen, tehát a közlekedés abszolút megszűnt. Hogy miért van ez így? Tisztelettel köszöntöm én is a televízió nézőit. A hármas kaput nem vizsgáltam meg, tehát nem voltam még kint területen. Erről hallottam, erről a problémáról. Most az önkormányzat munkatársait kértem meg, hogy nézzük meg, hogy mi is az oka ennek, vagy milyen jogcím alapján került ez lezárásra. Jelen pillanatban nem tudok pontos információval szolgálni, de amint a vizsgálat meghozza az eredményét, tájékoztatást fogunk adni erről, és ha lehetőség van és szükséges, akkor megnyitjuk ezt a kaput. Akkor mondhatjuk nyugodt, következő megkérdeztük a polgármesterben, már választ kapunk rá. Aztán most jön a nem egyedi kérdés, hanem ilyen általános jellegű, hogy gyakorlatilag hallhatjuk testületi ülésen, hogy van a két ülés közötti időszak, ahol a polgármester itt volt, ott volt, de van, aki erre kíváncsi, tehát az, hogy milyen várost érintő találkozások, megbeszélések voltak itt, ahol, hát ami érdekelheti a lakosságot. Igen, ezt szóvá tették többen, hogy elmarad a képviselőtestület ülések elején ez a tájékoztató. Mi ezt azért tartottuk célszerűnek elhagyni, hogy így a testületi munkára több időt tudunk fordítani. Egyébként a honlapon és interneten elérhető ez, valamint a képviselők megkapják írásban, tehát a lakosság tud erről tájékozódni. Akinek viszont nincs lehetősége, annak úgymond szívesen adunk tájékoztatást itt is. Most van itt előttem egy súgó, mert elég tartalmas a polgármesteri munka ez alatt az egy hónap alatt, ami mögöttünk áll, úgyhogy ebből csak szemezgetnék néhányat, ami fontosabb, a pontos információkat pedig a honlapon meg tudják nézni, meg tudják találni. Október 25-ével kezdődik a beszámoló, a tájékoztató. Ami lényeges lehet és fontos, az október 29-e, ez egy hétfői nap, Paronai János rendőrkapitány úr járt nálam, és tiszavasvári problémáiról, többek között a drognak a kérdéséről is nagyon sokat beszéltünk, nagyon sokat beszélgettünk. A közmeghallgatáson is szóba került ez, és elmondtam, hogy a rendőrkapitányság tájékoztatása alapján folyamatban vannak nyomozások, különböző módszerekkel vannak, amik látványosak, vannak, amik kevésbé látványosak, de a rendőrség dolgozik, és a rendőrségnek vannak eredményei. Ezt meg fogom kapni írásban is, és tájékoztatjuk majd a lakosságot, hogy milyen eredmények születtek. Viszont azokról a módszerekről sem kapitány úr, sem én nem beszélhetek, amikkel próbálják felderíteni és elkapni az elkövetőket. Én azt tudtam meg, és én is így gondolom, hogy nem feltétlenül a fogyasztó az első, akit el kell fogni, természetesen velük szemben is intézkedni kell, hanem a terjesztőket, akik megtalálják a fogyasztókat, és ide jönnek Tiszavasváriba, és próbálják ezt a drogot teríteni, őket kell elkapni, és őket kell felszámolni. Ez egy hosszadalmasabb munka, sokkal több időt igényel, viszont sokkal nagyobb eredménye van, mintha egy fogyasztót kapnánk el, vagy kapnának el a rendőrség munkatársai. Annyit lehet tudni, igen, hogy ezek a terjesztők, ezek helybeliek, vagy jönnek valahonnan? A terjesztők jönnek valahonnan, de felhasználnak helyieket is, akik ebbe az üzletbe, igen, üzletbe beszállnak, és az a legnagyobb problémánk ugye ezzel, hogy ezek olcsószerek, leginkább olcsószerek, tehát nem a több tízezer fontos kemény drogokra kell itt gondolni, hanem az olcsó pszichoaktív szerekről beszélünk, amik néhány száz forintért beszerezhetőek, és ezt több csatornán keresztül juttatják el a városba. Van, hogy postai úton, futnáról érkezik, van úgy, hogy ezt beszállítják kívülről, és néhány száz forintért a fogyasztók kisebb súlyú bűncselekményeket követnek, és sajnos jellemző lett Tiszavasvárira, hogy kerékpárokat lopnak, kisgépeket lopnak, olyan eszközöket visznek el, amik néhány ezer forintot képviselnek, tehát a kisebb súlyú bűncselekmények kategóriájába tartoznak, és ezt gyorsan potom pénzért értékesítik, és ebből vásárolják meg ezeket a drogokat. Tehát nekünk fontos az, hogy ebbe lépéseket tegyünk, minél hatósabb és hatékonyabb
lépéseket, mert ha elszaporodnak ezek a bűncselekmények, azok a tiszavasvári lakosok kárára fognak menni. Ebbe a folyamatban egyébként nem csak a rendőrség munkatársait szeretném bevonni, vagy a rendőrséggel együtt gondolkodni és segíteni őket, hanem vannak civil szervezetek, vannak helyi lakosok is, akik információval szolgálnak, persze ők anonímak fognak maradni, de fogják a rendőrség és a mi munkánkat is segíteni ebben a kérdésben. Tehát nagyon sok előrelépés van, én azt látom, és bízom benne, hogy eljutunk odáig, hogy ezt valamilyen szinten vissza fogjuk tudni szorítani. Lehet megszüntetni, nem tudjuk, de azt, hogy ennek a súlya nőjön és erősödjön Vasvárban, azt mindenféleképpen szeretnénk megakadályozni. Jellemző a korosztály egyébként felhasználó körében? Hát ezt talán a kapitány úr tudná pontosan megmondani. Az én személyes tapasztalatom az, amit látok sajnos, hogy inkább a fiatalabbak körébe, tehát a 15-6-7 éves korosztályon tapasztalok ilyet, hogy bódult állapotban és nem italtól bódult állapotban közlekednek a városba, vagy visszajelzések alapján a szombat esték környékén 20 éves fiatalok is vannak ilyen állapotban nálunk. Szomorú. Szomorú. Aztán szintén október 29-e volt, Járóka Lívia, Európai Uniós parlamenti képviselő járt Tiszavasváriba. Ő Tiszavasváriban már több programban is részt vett, megvett, viszont az önkormányzattal nem tudott kapcsolatba kerülni. Minket felkeresett eddig, most sikerült egy több mint másfél órás, majd két órás beszélgetésben Tiszavasváriról együtt gondolkodnunk, és egy olyan program kidolgozásába kezdtünk bele, ami a tiszavasvári hátrányos helyzetűeket olyan szinten karolná föl, hogy úgymond a nulla éves kortól a korai felnőtt korig, tehát ilyen 20 éves korig segíteni látná el őket programokkal, segítséggel, ebbe bevontuk meg benne is van a magiszter alapítványi iskola, benne van a szakközépiskola, és mint önkormányzat is csatlakoztunk most ehhez a kezdeményezéshez. Egy program tervezet elkészült, amit Járóka Lívia EU-s parlamenti képviselőn keresztül fogunk eljuttatni a magyar kormányhoz, és ebben kérjük majd az együttműködésüket. Képviselőasszony annyit jelzett is azt szeretné elérni, hogyha Tiszavasváriban egy ilyen kiemelt programként tudná ezt kezelni a kormányzat. Nem szeretem ezt a szót használni, hogy mint a program, de ettől jobbat most nem tudok rá mondani. Ezt indítanánk el, és akkor ezen lehetne igazán mérni, és nem forrácsolódnának szét az erők az országban több településen, hanem egy helyre koncentrálva lehetne lemérni azt, hogy milyen eredménye, milyen hozadéka van ennek. Hát az ember egy kicsit mögé néz, akkor nem lenne rossz olyan szempontból sem, hogy pont azért, mert ez lenne az etalon, remélhetőleg több pénz lenne rá. Valóban számít az, hogy mennyi a pénz, tehát az is jó, ha több pénzünk van erre, viszont az olyan segítő csapat, a segítő szándék is nagyon fontos, akik ezt nem feltétlenül pénzért végzik ezt a tevékenységet, hanem be tudjuk őket vonni, akár a helyieket, akár külső szervezeteket, és úgymond önzetlenségből segítő szándékkal a szakmai tudásukat teszik ezt hozzá. Hát ugye arról beszélni kell, és az ország azért probléma volt, hogy számolatlanul öntötték a pénzt ezekbe a felzárkóztató programokba, indítottak olyan képzéseket, amiknek sok hozadéka nem volt, és ezt újra kell gondolni. Tehát én azt hiszem, hogy ha az iskolával, általános iskolával, óvodával, bölcsődével, képzőintézményekkel úgy vesszük fel a kapcsolatot, hogy ők biztosítanak egy hátteret, és ott pontosan elszámolható az a támogatás, ami mondjuk pénzben érkezik, és a külső civil szervezetek pedig önzetlenül nem pénzhalmokért látják el a feladatot, akkor talán eredményesek lehetünk. Érdekes, mert olyan neveket láttam, olyan emberek álltak a kezdeményezés mögé, mint például a Fekete Vonat egykori énekese, vagy Pataki Tamás, az Eurókábel Magyarország Kft.-nek a tulajdonosa ügyvezetője, vagy talán még, ha jól tudom, akkor a Pisont labdarúgó akadémiának most nem tudom, hogy az Pisont Istvánnak a testvére volt, vagy csak valamilyen akadémiai vezető, de sikerült olyan embereket idehozni, akikhez talán a fiatalok, vagy akikre jobban felnéznek.
Pontosan, tehát ez fontos, hogy olyan emberek kapcsolódjanak ehhez a programhoz, akikre a fiatalok felnéznek, akik meg tudják szólítani a fiatalokat, és akár személyes példán keresztül is be tudják mutatni azt, hogy hogyan lehet egy tartalmas életet élni, és úgy kialakítani a jövőjüket, hogy az egy biztos, stabil megélhetést biztosítson, és példát mutasson a környezetében élőknek. Én azt gondolom, hogy fontos az, hogy néhány, ha néhány család is elkezd kiemelkedni, és kulturáltan élni úgy, ahogy ez a többségi társadalom által elfogadott, akkor lesznek olyanok, akik ehhez csatlakozni fognak, példát vesznek róla, hogy munkába kell járni, a gyermeket úgy kell nevelni, nem 8-10 gyermeket kell vállalni, hanem kevesebbet, annyit, amennyit tisztességgel, becsülettel el tudok tartani. Én azt gondolom, hogy ezek jó példák lehetnek, ezek a neves, híres személyek ehhez hozzájárulhatnak és segíthetik ezt a munkát. És hát elérjük azt, hogy mint régen az ilyen családokat kiközösítették, most pedig hát a példaértékűek lesznek. Így bízom benne, hogy így lesz. Folytatnám akkor október 30-ával Bohács József, az EKIK intézmény vezetője járt nálam, és előkészültünk már akkor a Tiszavasvár ünnepi sorozatra, ami az idén is ugye az adventi hétvégékkel természetesen meg lesz tartva, és készülünk rá. De ezen kívül én szerettem volna azt, hogyha ha kicsit tartalmasabb, kicsit több program van, mint eddig volt Tiszavasváriban. Ezért javasoltam és kértem, hogy egy városi Mikulás napot szervezzünk meg, szervezzen meg a város, ami meg is fog december 8-án valósulni. A tiszavasváriak már találkozhattak vele plakátokon, különböző hirdetéseken, internetes oldalakon, Facebookon, hogy délelőtt 9 órától délután 3 óráig a találkozások háza tere programokkal lesz megtöltve. Itt kezdve a általam szervezett, most már 7. éve szerveződő Mikulás motorozással, aztán most szerveznénk egy kis közösségépítést, egy kis együtt mozgást, egy mókás Mikulás kocogással, ahova a kicsiktől kezdve a legöregebbekig várunk mindenkit, mert igazság szerint nem versenyről van szó, tehát nem versenyeztetni szeretnénk, hanem egy kis együtt mozgást, együtt gondolkodást, egy kis közösséget építeni, aztán majd a jövőre nézve, hogyha ez alakul, akkor akár lehet ez komolyabb is, de össze kell hozni a kicsiket a nagyokkal, és egy vidám programot szervezni. Lesznek fellépők, táncosok, aztán kézműves foglalkozásunk lesz, és bízunk benne, hogy tartalommal és értékesen lesz megtöltve ez a nap, és a tiszavasváriak meg fognak mozdulni. Kérem is a tiszavasváriakat is, hogy vegyenek ezen a programon részt, hogyha van lehetőség, és már ilyet szervezünk, akkor legyen látogatottsága is, és jöjjenek el. Na, akkor csak beindul valamilyen téren is, tehát kultúra terén Tiszavasváriban, mert igény az lenne rá. Így van. Más kezdeményezések is vannak, még a december hónapra, de erről majd a későbbiekben fog az intézmény majd tájékoztatást adni. Fontos, és nagyon örültem neki, az Őszi Kék Nyugdíjas Klub hívott meg egy délutánjukra, és tájékozódtak Tiszavasváriba, vagy kértek tájékoztatást Tiszavasváriba a kapcsolatba. Hosszú és tartalmas beszélgetés volt, és örültem nekik, hogy ők vendégül látnak. Úgyhogy ez egy november 7-i program volt a Hősök úti ingatlanban. Aztán november 9-e, ami fontos Tiszavasvár életében, úgy gondolom, Budapestről jöttek hozzánk a miniszterelnökségnek a küldöttsége. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy szó, hiszen nem nekünk kellett Budapestre menni, hanem hozzánk jöttek el, és így volt lehetőségem arra, hogy Tiszavasvárit elejétől a végéig megmutathassam a delegációnak, a küldöttségnek, és beszéljünk arról, hogy mire is van nekünk szükségünk, milyen kihívásokkal, milyen problémákkal küzdünk. Ez megtörtént, egy tiszavasvári probléma térképet vagy csomagot, mert már sokat gyára mondjuk ezt a csomagot, de csomagokat készítünk Tiszavasváriban a kapcsolatban, adtam át a miniszterelnökség képviselőinek. Úgy a költségvetési problémáinkkal kapcsolatosan, mint a fejlesztéseinkkel kapcsolatos kérdések körében, és december hónapban várjuk a visszajelzést ezen ügyekben.
többek között itt a tanúszoda kérdése is szóba került. Itt még egy plusz levelet küldtünk, fogalmaztunk meg Szabó Tünde sportért felelős államtitkár asszonynak, ugyanis a tanúszoda kérdésénél egy 21 milliós többlet igény merül fel, amit nem tartalmaz a tanúszoda építésének a költségvetésé. Ezt Tiszavasvári városnak kellene állnia, úgymond önerőként. Ezt mi jelen helyzetben nem tudjuk vállalni, ezért a miniszterelnökségnek is jeleztem ezt a problémát, és az állam sportért felelős államtitkár asszonynak is küldtünk egy levelet, hogy támogassanak bennünket abban, hogy elkezdődhessen ez a kivitelezés, ez az építkezés minél hamarabb. Remélem, hogy sikerrel fogunk járni, volt rá ígéret, és bízom abban, hogy pozitív elbírálásban fognak bennünket részesíteni. Hát most legalább tényleg az államtitkár asszony bebizíthatja, hiszen a választások előtt elmondta, hogy Tiszavasvárból semmiféle kérés nem érkezett. Igen. Na most érkezik. Most érkezett. Lássuk olyan most érkezett. Megmozgatunk minden követ, úgymond, hogy sikerrel járjunk. November 12-e is egy fontos nap volt, ugyanis november 1-ével indult egy közmunkaprogram, egy új közmunkaprogram, ami elég problémásan kezdődött el. Voltak olyan munkavállalók, akik úgy gondolták, hogy a közmunkaprogram az egy jutalomjáték vagy egy kívánságműsor, és ilyen-olyan okokra hivatkozva nem akarták elvállalni a munkát, nem akartak XY-nal dolgozni, nem ott akart dolgozni, és a többi, és a többi. Szabó Andrással, a Tivaszol Kft. Ügyvezetőjével egyeztettem, és azt mondtam, hogy akkor hívjuk össze a közmunkásokat. A Vágóhídon tartottam egy tájékoztatót, és ott elmondtam, hogy igenis a közmunkát ugyanúgy, mint bármelyik másik munkahelyet komolyan kell venni. Van munkaidő, vannak a munkába járásnak feltételei, és vannak olyan szabályok, amiket nem lehet áthágni. Tehát az nem elfogadható, hogy ő, és volt rá példa, ezt azért emelem ki, hogy 11 óra 40 perckor elmegy fát gyűjteni, elhagyja a munkaterületét, olyan helyre megy el, ami nem a sajátja, onnan szedi a fát, elkapják őt a mezőőrök, meg is büntetik, majd jön hozzám panaszra, hogy ő neki a nem tudom én hány gyereke az fázni fog. Én ezt mondtam, hogy sajnálom, és tudomásul veszem, minden segítséget megadunk nekik, amire szükség van, és mindenki támogatja őket, de abban nem tudom támogatni, és nem fogom elfogadni, hogyha ő ilyet munkaidőben tesz. És sajnos meg kellett tőlük válni. Meg kellett tőlük válni, mert nem elfogadható az, hogy szabálysértést követnek el, és mindezt munkaidőben teszik. De ezen kívül voltak olyanok, hogy problémák például, hogy csoportvezetőket cseréltünk. Cserélt a Tivaszol Kft. Ennek olyan okai voltak, hogy a régiekkel gondok voltak, próbáljanak ki újabbakat. És akkor jöttek a közmunkások, hogy ők ezzel vagy azzal nem akarnak dolgozni, nem fognak dolgozni. És akkor megkérdeztem tőlük, hogy de dolgoztál vele egy percet, és nem. És elmondtam, hogy igenis be kell állni a munkába, el kell fogadni az utasításokat, tudomásul kell venni azt, amit a munkavezető mond. Ha olyat kér, ami vállalhatatlan, természetesen azt lehet kifogásolni, és van egy sorrend, hogy mi alapján teszünk panaszokat és emelünk kifogásokat, és azt ki fogják vizsgálni. Ha viszont ő csak személyes okok miatt nem akar valakivel dolgozni, azt nem fogjuk tudni elfogadni. Tehát a fejekben rendet kellett tenni. Egy órás tájékoztató keretében elmondtam ezeket rendesen kibővítve, most néhány elemet emeltem ki, és azt mondtam, hogy aki becsülettel ledolgozza a 8 óráját, vagy elmegy munkába, és úgy viselkedik, ahogy kell, annak van lehetősége arra, hogyha Tiszavasváriba olyan munkahely fog települni, ahol hosszabb távon biztos megélhetést kaphat, akkor ők lesznek azok, akik igenis ki lesznek emelve, és lehetőség lesz nekik biztosítva, mert ők egy stabil munkaerőnek nevezhetőek. Valamint a közmunkáról még annyit, hogy ugye azért váltott ki felháborodást az emberekben az, hogy nem jutottak munkához, mert ez egy csökkentett létszámú közmunkaprogram, amivel most mi dolgozhatunk. A régi 181 néhány fő helyett most 100 fő kerülhet csak alkalmazásra, tehát ebből logikusan következik, hogy mindenki nem kap újra lehetőséget. Azt pedig megint el kell mondani még, hogy mindenki sorozatosan éveken keresztül nem vehet részt a közmunkában. A közmunka az nem egy munkahely, egy lehetőség. És itt cserélni kell az embereket. Itt is lépett a Tivaszol Kft. És bizonyos százalékát a munkavállalóknak cserélte olyanokra, akik eddig nem kaptak lehetőséget. Sikerült pótolni Zagyva György Gyula személyiségét? Igen, ez egy jó kérdés, tehát Zagyva György Gyula szerintem pótolhatatlan, de
Nem szeretném a személyiségét pótolni. Én azt gondolom, hogy olyan közmunkavezetőre van szükségünk, aki nem Zagyva Gyulát pótolja, hanem a munkát fogja elvégezni. Jelen pillanatban a közmunkavezetői státusz nincs betöltve. Terveim szerint ezt a jövő év elején fogjuk újraindítani. Jelen pillanatban gondolkodunk a megfelelő személyben, de nem Zagyva Gyulát szeretnénk pótolni, hanem közmunkavezetőt, igen. Jó, vidám percek is keverednek a beszélgetésünkbe, de kell ez. Igen, november 20-án ez egy fontos nap volt szintén számomra is, és Tiszavasvári számára is, azt gondolom. A Megyei Védelmi Bizottság ülésezett Tiszavasváriban. Erről tudni kell, hogy a Megyei Védelmi Bizottság 2 kihelyezett ülést végez, vagy hajt végre egy évben. Az év elején egy másik településen voltak, az idén a lehetőséget Tiszavasvári kapta meg, és ez azért fontos, mert itt a járás, összes járási vezetője, megyei rendőrfőkapitány úr, katasztrófavédelem részéről fontos személyek vannak jelen, tehát ez egy 40-50 fős bizottság, és itt, mint a város polgármestere, lehetőséget kaptam, hogy bemutassam Tiszavasvárit. Olyan embereknek, akik még itt nem jártak, vagy nagyon ritkán jártak, és fontos volt nyitni, megismertetni városunkat velük. Én örültem ennek a kezdeményezésnek, és hálás vagyok kormány megbízott úrnak, Román István kormány megbízott úrnak, hogy Tiszavasvárira esett a választása. Köszönöm. Röviden ennyit, igen, szemezgetnék a két ülés közötti. És akkor lássuk a másik témát. Ugye, ahogy megtörtént a választás, mert az első beszélgetésünkben elmondtad, hogy senki ne várjon csodát, egyik napról a másikra itt nem fog Tiszavasvári az egekbe repülni, de szél a folyamat az megindul. És a múltkor említetted, megkérdeztük a polgármesterben, hogy bizony-bizony már útépítés felújításra elnyert a város egy majdnem 20 millió forintos keretösszeget. Történt azóta bármiféle lépés? Tehát ez csak egy ilyen eseti dolog volt, vagy esetleg tényleg elindult egy folyamat? Erre a témára konkrétan, tehát 22,5 millió forint gerekítve, ami összeget nyertünk, ez önkormányzati önerővel együtt értendő, és ez egy korábban benyújtott pályázat volt, amit az előző testület hagyott jóvá, tehát az utakat, mert ezt feltették nekem kérdésként, hogy miért azok az utak szerepelnek benne, miért nem változtattunk rajta, azért nem tudunk rajta változtatni, és kerülnek bele új utak, mert az előző testület hagyta ezt jóvá, ez közös megegyezéssel született. Tehát annyit hagyd mondjak már, mert igen? Gondolom sokan kíváncsiak ezekre az utakra, most itt nincs idő és lehetőség arra, hogy elmondjuk, viszont a Vasvári Hírmódó következő számában pontosan le lesz írva, hogy melyik utakat érinti ez. Így van, ezt pótolni fogjuk akkor, és akkor ez ott meg fog jelenni. Tehát ennek a kivitelezése az előkészítés alatt van. Tehát megérkezett a döntés, ezt megkaptuk, megérkezett a hivatalos értesítés is, és most a testületi üléseken fogjuk majd a hivatalos döntéseket megfogni, kiválasztani azt, hogy ki fogja ezt a munkát elvégezni. Én mi hamarabb szeretném, tehát a jövő év folyamán mindenféleképpen ezt a folyamatot el kell indítani, mi hamarabb épüljenek meg ezek az utak. De többek között a miniszterelnökséghez eljutottam egy ilyen kérést is, hogy Tiszavasvárinak célzott támogatásra is lenne szüksége, nem feltétlenül pályázati forrásra, hanem ha lehetőség van rá, akkor állami pénzből célzott támogatásként, ha kaphatnánk útfelújításra, az rajtunk nagyon-nagyon sokat tudna segíteni. Szóba került a kamerarendszer például, mint célzott támogatás, és nem pályázat. Működik az egyáltalán? Működik a kamerarendszer, vannak hiányosságai, vannak olyan területek, ahol javításra szorul, de működik a kamerarendszer. Például a rendőrkapitány úrral folytatott beszélgetés során elhangzott az is, hogy szeretnénk a polgárőrséggel közösen ezt a kamerarendszert üzemeltetni, mert jelen pillanatban a rendőrségen van egy kialakított hely, ahol figyelik a beérkező képeket, viszont a rendőrségnek nincs kapacitása, hogy ott mindig üljön előtte valaki. A polgárőrségnél vannak olyanok, akik vizsgát tettek ebből, mert ez is egy ilyen képzést és vizsgát igényel, és Simon István úrral beszéltünk erről, hogy lehetőség szerint meg fogjuk oldani, megoldják az ütemezését, és figyelni fogják a kamerarendszert. Tehát vannak használható képek,
tudják figyelni a várost, viszont szükség van javításokra folyamatosan, mert ez egy régebbi rendszer már. Igen, tovább a lehetőségekről? Igen, tovább a lehetőségekről, tehát a kamerarendszert most említettem. Sport tekintetében fontos lenne plusz forrásokhoz jutnunk, mert azért a foci csapat, kézi csapat, meg ugye a sportszakosztályunk is kihívásokkal küzdenek, és kevés forrásból tudnak gazdálkodni, tehát itt is szeretnénk egy előrelépést. Ezen kívül kerestek meg olyan cégek, olyan vállalkozások, akik építkezni, befektetni, céget létesíteni szeretnének Tiszavasvárba. Ezek az információk most még nem nyilvánosak. Azért, mert üzleti titkokat is tartalmaznak, viszont az önkormányzat munkatársai már dolgoznak azon, hogy hol tudunk területet biztosítani, milyen feltételekkel jöhetnének ők ide Tiszavasváriba, és következő testületülésre bízom benne, hogy előkészül ez az anyag, amit a testület képviselőtestület meg fog vitatni, és ha felhatalmazást kapok arra, hogy tárgyalásokat folytassak, kezdeményezzek, akkor a lakosságot is fogjuk ezzel kapcsolatban tájékoztatni. Tehát vannak biztató jelek, és várjuk még azokat, akik hasonló céllal jönnének Tiszavasváriba. Egyébként apró lépések mindig vannak. Porondon van a hulladék kérdése. Szelektív gyűjtők, ruhás konténerek, egyebek. A ruhás konténereket 2 hét alatt sikerült felszámolni, egy levéllel kerestem meg a céget, aki ezt itt Tiszavasváriban letette, ugyanis mindenki tudja, hogy milyen problémákkal küzdöttünk. Jó szándékú emberek berakták a ruhát, a rossz szándékokkal kivették belőle, szétszórták az utcán, meg hadd ne soroljam, hogy még mik voltak benne. Elment a megkeresés, és a céget felszólítottuk, hogy számolja fel. Egy gonddal kevesebb, én azt hiszem, aki a használt ruháit vagy cipőit szeretné leadni, az megteheti a Vöröskeresztnél vagy az önkormányzat intézményébe is leadhatja ezeket, és szívesen átveszük, és ott biztos helyen lesz, és olyanokhoz jut el, akik valóban rászorulók. Van esetleg még olyan, ami említésre méltó, és feltétlenül meg kellene, vagy majd tartogassuk a következő beszélgetésre, amikor már biztosabbá válik? Én azt gondolom, tartogassuk a következőre. Amit mindenféleképpen szeretnék tiszavasváriak felé tolmácsolni, hogy közelednek az ünnepek, legyen az Mikulás, legyen az Karácsony, legyen az Szilveszter. Legyünk nyitottak a városi rendezvényeket, én azt gondolom, hogy látogassák a tiszavasváriak, és kérem őket, hogy vegyenek részt ebben, mert igazán csak akkor van értelme ezeknek a rendezvényeknek, hogyha meg tudjuk tölteni egy mi tartalommal, és a lakosság is érdeklődik ez iránt. Az adventi hétvégékre, vasárnapokra egy plusszal bővült a kínálat. A találkozások háza terén helyi kézművesektől lehet majd vásárolni, ez délutáni órákban fog megvalósulni, majd erről szerintem a televízióban is és a Hírmondóban is fognak tájékoztatást kapni a televízió nézők. Én arra kérek mindenkit, menjenek ki, vegyenek tőlük ajándéktárgyakat, adják a szeretteinek, családtagjaiknak, és segítsék ezzel a helyi kézműveseket is, a helyi vállalkozókat is. Ha már itt tartunk, elég sokan megkerestek bennünket, hogy az utóbbi időszakban Tiszavasváriban ezek a rendezvények mind fizetősek voltak. Erre feltétlenül szükség volt? Tehát a városnak annyira kellene azok a 200-300 forintok? Én azt gondolom, hogy nem. Nincs szükség a 200-300 forintokra. Képviselőként is, és polgármesterként is problémaként vetem fel én is ezt a kérdést, mert azt gondolom, hogyha belépőt kérünk egy rendezvényet, akkor az legyen olyan rendezvény, vagy legyen olyan fellépő azon rendezvényen, amiért igenis elkérhetek 200-at, 300-at, 500-at, de én azt hiszem, hogy jelen pillanatban semmi nem indokolja azt, hogy most 300 forinttal vámoljuk meg a tiszavasváriakat, sőt, én azt gondolom, hogy inkább távol tartó ereje van ennek a 200-300 forintnak, és inkább lenne nyitott és ingyenes a rendezvény, akkor többen vennének ezen részt. Én azt gondolom, hogy ezt újra kell tervezni, és a jövőre nézve átgondolni, hogy miért, mikor kérünk belépőt, vagy tesszük fizetőssé. Én nem tartom támogathatónak ezt, köszönöm. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Kérem a kedves nézőket, hogy bármilyen jellegű kérdésük van, látják, nincsenek tabu jellegű dolgok, tegyék fel, juttassák el hozzánk, és mi tolmácsoljuk. Köszönöm még egyszer, hogy
válaszolták kérdéseinkre, és köszönöm önöknek, hogy velünk tartottak.